Zenészek, táncosok, hagyományőrzők az erdélyi táncház mozgalom színeje vagy gyűlt össze Székelyudvarhelyen, hogy együtt ünnepeljék meg az erdélyi táncház 40 éves évfordulóját. Szeptember közepén megtartott eseményen fellépett a temesvári Eszterlánc néptánc együttes is. Céljuk kettős volt, egyrészt, hogy Temesvárt feltegyék az erdélyi táncház mozgalom színterére, másrészt, hogy a néptáncos fiatalok tapasztalatot és hangulatokat gyűjtsenek egy ilyen jeles eseményen. Riportunkban röviden bemutatjuk a 40 éves táncház mozgalom megünneplését és bővebben az Eszterlánc néptánc csoportot is. 40 évvel vagyunk a táncház mozgalom elindulása után. Egy táncház találkozó, egy nagyobb méretű erdélyi táncház találkozó megszervezése volt igazából az első gondolat. Majd hál' Istennek, hogy ez szerencsésen egybeesett a mozgalom 40 éves évfordulójával, és gyakorlatilag ezt lehet most a napokban látni, ennek a gyümölcsét, ennek a szervezkedésnek. Hány éve ő táncázas, ahhoz képest későn tudtam meg, hogy az első táncház találkozó, nagyobb méretű táncház találkozó 78. szeptemberében Székelyudvarhelyen volt. Itt az épület mellett levő mini futballpályán. És akkor született meg bennem a gondolat, hogy jó lenne valamilyen újra elindítani. Tehát egy nagyon jó csapat verődött össze, és úgy gondolom ennek is köszönhető, hogy az, amit a táncház találkozó mottójának választottunk, a több mint 100 zenész, több mint 1000 táncos, több mint táncház találkozó megvalósuljon. Az erdélyi táncház mozgalom kibontakozása a magyarországi táncház mozgalom mintájára történt, céljául a hiteles népi táncok elterjesztését, a magas kultúrába való beemelését, népszerűsítését tűzte ki. Azóta természetesen megváltozott a világ, a körülmények, és még jó pár dolog. Ugyanúgy, ahogy az emberek kicsit lehet látni, azért nagyon sokan akkori fiatalok most dereshajúak, de nem csak ezen változott, ugye rengeteg új ember lépett be a mozgalomba, de tovább menve a világunk megváltozott, rengeteg információ, rengeteg minden éri az embereket, technika megváltozott, és ez azért nyomot hagyott a mozgalomban is. Csak arra gondolunk, hogy gyakorlatilag az, ami a lényeg ennek néptánc, népzene a saját közegében, tehát ahol ez kitermelődött hosszú időn keresztül, gyakorlatilag onnan most már megszűnik lassacskán, tehát átkerül ebbe a közegbe. Úgyhogy mindezeknek köszönhetően én szerintem a mozgalom is egy jelentős változáson megy át, de remélem, hogy a lényeg az azért megmarad, és még sokáig, hogy ezeket a táncokat, ezt a zenét, viseleteket úgymond tovább venni és tovább adni, mert hogy én szerintem ez a lényege. Természetesen ez nem elég mozgató erő, tehát hasonlóan, ahogy én is 20 éve, nem ez volt az elsődleges célom, hogy én eljártam táncházba. Ismerkedés, bulizás, párkeresés, tehát rengeteg minden. Én úgy gondolom, a nagy tömegnek mai napig is ez. Tehát egy szórakozási form. Rendezvényen fellépett a temesvári Eszterlánc néptánc csoport is. Számunkra különös
a dolog ez, hogy végre bekerülünk az erdélyi forgatagba, mondhatnám így is, hiszen valahogy úgy érezzük mi a Temesváron, a Szorványban, hogy valahogy ott el vagyunk a mi világunkban, a mi csodálatos világ, de tudjuk, hogy az itteni az egy kicsit más és más dolgokról szól, és örülünk, hogy betekintést nyerhetünk, de ugyanakkor talán ez egy befogadás is. Úgyhogy én nyitott szívvel jöttem ide, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Engem szó szerint lenyűgözött a tegnap esti gála, amikor gyerekek, fiatalok, idősek együtt táncoltak, és a közönség, ahogy énekelt a táncok közben, hát ez fantasztikus volt. Illetve a táncház az ugyancsak maradandó élményt nyújtott, hogy itt mindenki tud táncolni, aki itt van, mindenki tud táncolni. Ez fantasztikus, hát ezt az élményt hazavisszük. A temesközi magyar néptánc csoportok számára a hovatartozás egy kicsit problematikus téma, ugyanis helyi, évszázadokra visszamenő, specifikus tánc és zene nincsen. Néprajzilag az Alföldhöz tartozik, ezért elsősorban ezeket a lépéseket tanulják meg a fiatalok, de ugyanennyire nyitottak az erdélyi néptánc felé is. Nagyon sok magyarországi táncot tanulunk, de ugyanakkor nagyon sok, ahogy nőnek a gyermekek, nagyon sok erdélyi, itthoni táncot is megtanulunk, és azt szeretjük ebbe a világba, hogy tényleg rálátást kap a gyermek arra, hogy határon túl, vagy Dunán túl, inkább mondanám is, errefele mi a különbség a táncok között, a szokások között, hiszen nagyon változatosak, hál' Istennek, gyönyörű a magyar népi kultúra, és örülünk annak, hogy nagyon-nagyon tág palettát tudunk ebből nekik megmutatni. Inkább azt mondanám, hogy amelyik táncot tanuljuk, azt szeretjük a legjobban. Ahogy nőnek a gyermekek, természetesen azért erdélyi tájegységeinek a táncát jobban kedvelik. Mert? A fiúknak valahogy egy nagyobb kihívást jelent, én úgy érzem, hogyha a fiúkat kéne most idézzem. Temes megyébe 2000 óta a Szeged Tánc Együttes oktatói járnak tanítani. Az Eszterlánc fiataljait 2005 óta Gombos András tanítja. Jelenleg nagyjából 120 gyermek jár ebbe a csoportba. Több csoportot működtetünk Temesváron, a legnagyobbakkal jöttünk ide. A korosztály nagyon vegyes, a legkisebb táncosunk 11 éves, a legidősebb táncosunk 31 éves, tehát hogy nagyon bő a korosztály. A Temesvári Bartók Béla Elméleti Liceum tanulói, vagy véndiákjaiból áll a mi csoportunk. Olyan gyerekek, akik szeretik ezt a műfajt, megkedvelték, és szívellélekkel csinálják. Nagyon sok tevékenység foglalkoztathatja a gyermekeket. Mi úgy érezzük, hogy a néptánc az igazából abban segít, hogy az múltját megismeri, mert mi nagyon hiszünk valóban abban, hogy aki a múltját ismeri, annak van egy jövője, és mi nagyon azt szeretnénk, hogy a Szorványban legyen jövőnk. Tehát úgy érezzük, hogy ez az a plusz, amire szüksége van Temesváron, vagy Temes megyében a magyar gyermeknek. Hát ez egy más világ. Egy olyan világ, ahol a gyermek tanul is, és szórakozik is egyben. És örömmel mondhatjuk el azt, hogy a gyerekek megszerették, megkedvelték ezt a fajta szórakozást. A másik, ami ide vonza a gyerekeket, a közösség. Nagyon jó kis közösség, összetartóak, együtt járnak szórakozni, együtt töltik a szabad idejüket nagyon-nagyon gyakran, és ez egy olyan dolog, ami szerintem nagyon fontos egy fiatalnak. Én már 5 éves korom óta táncolok ebbe a táncegyüttesbe, úgy kb. 12 éve. Én meg elsős koromba kezdtem, lassan 13 éve. Hát igazság szerint először nem nagyon akartam menni, csak szerencsére anyukám rávett arra, hogy menjek, és nem bántam meg, hogy mentem. Nagyon-nagyon szeretem. Hát nagyon örülök, hogy meghívtak minket erre a táncház találkozóra. Nagyon tetszik itt minden, főleg a táncházak. Az este is voltunk a táncházban, és nagyon jó volt. Egy csomó táncot táncoltunk, és jól éreztük magunkat.
Nem voltam ilyen táncház találkozón, úgyhogy ez így egy kicsit új, de nagyon szeretem, nagyon sok táncos van, sok zenész, és amikor felvonultunk is, olyan szép volt, hogy ott táncoltak a központba, nagyon tetszik. Én személy szerint nagyon jól érzem magam. A gyermekek is láttam, hogy nagyon érdeklődően tekintettek mindenfele. Nálunk a táncház mozgalom nem ilyen kidolgozott, vagy nem ilyen, nem vagyunk tapasztaltak még annyira a táncház mozgalom terén. Próbáljuk, mi is többször már próbálkoztunk azzal, hogy táncházakat szervezzünk. Még valahogy nem nőtt fel az a generáció, hiszen 2000 óta kezdett a hagyományos, az eredeti forrásból származó tánc tanítás elsajátítása. Úgyhogy még talán néhány év el kell teljen ahhoz, hogy annyi táncosunk legyen, hogy tényleg egy nagyobb szabású táncházat meg tudjunk szervezni, de most már több éve ezzel próbálkozunk, és úgy érezzük, hogy azért egyre több gyermek is fiatal jön a táncházakba. És ez a célunk, és azért is jöttünk el itt egy kicsit ide-oda, kacsingatunk, hogy tanuljunk a nagyoktól és a tapasztaltaktól, és ezért különös öröm számunkra, hogy itt lehetünk. A háromnapos rendezvényre több mint 100 zenész is adatközlő, és több mint 1000 táncos ment el. Az eseményről bővebb beszámolót a bukaresti magyar adásban láthattak, az a riport visszanézhető a szerkesztőség videó megosztóján. A temesvári csapat élményekkel, hangulatokkal és tudással feltöltődve érkezett haza. Elmondásuk szerint egy életre szóló élmény volt részt venni a 40 éves táncházmozgalom megünneplésén. A jó hangulatból is hoztak haza, a temesvári magyar napok utolsó napjára visszaérkezve, sok zenéléssel és énekléssel fogadták azokat, akik a civil soron átsétáltak.